Jó napot kívánok, szeretettel üdvözöllek benneteket a mai matematika óránkon. Csetvei Győri Gabriella vagyok, a Gunarasi Dózsa György Általános Iskola matematika tanára. Az elmúlt órákon a racionális számokkal foglalkoztunk, megtanultuk őket összeadni, kivonni többek között, és a mai órán gyakorolni fogjuk a törtek összeadását és kivonását. Kaptatok házi feladatot, az volt a feladat, hogy végezzétek el a kivonást. Láthattunk egy táblázatot, és a táblázatban lévő törteket kellett kivonni egymásból. Azt megtanultuk, hogy úgy vonjuk ki őket, hogy átalakítjuk a kivonást összeadássá, és a kivonandónak vesszük az ellentett számát, amit hozzá fogunk adni a másik számhoz. Tehát azt mondjuk, hogy 4,8 plusz 0,2. Ez pont 5 egész. Mínusz 1,4 plusz 0,2, leírtuk a nagyobbik szám előjelét, a két számot kivonva egymásból 1,2-et kapunk. Akkor a következőben szintén leírjuk a közös előjelet, 4,8-ből kivonva 3,5-et, 1,3-et kapunk, és a mínusz 1,4-hez hozzáadom a mínusz 3,5-et, ami mínusz 4,9 lesz. A mai órán gyakorolni fogjuk a racionális számok összeadását és kivonását. Ismételjünk. A racionális számokat úgy adjuk össze, hogy közös nevezőre hozzuk őket, majd az így kapott törtek számlálóját összeadjuk, itt alkalmazzuk az egész számok összeadásáról tanult szabályt. Két egyforma előjelű tizedes számot úgy adunk össze, hogy összeadjuk a számok abszolút értékét, és az eredmény elé írjuk a számok előjelét. Két különböző előjelű tizedes szám összegének előjele megegyezik a nagyobbik szám előjelével, és a számok abszolút értékeit kivonjuk egymásból. A tört alakban írt racionális számokat úgy vonjuk ki, hogy közös nevezőre hozzuk őket, és a számlálójukat kivonjuk. Végezzük el a következő feladatot. A mínusz 8,1 számhoz adjuk hozzá a szám abszolút értékét, azután B feladatban a szám ellentetjét. Tehát a szám abszolút értékét kell hozzáadnunk a fenti számhoz. Mínusz 8,1-hoz hozzá kell adnom a mínusz 8,1 abszolút értékét. Azt tudjuk, hogy az abszolút érték, az abszolút értéknek mindig pozitív a végeredménye, tehát így mínusz 8,1-hoz hozzáadok 8,1-ot, és ezeket kivonva egymásból nullát kapok. A B része a feladatnak az, hogy a mínusz 8,1 számhoz adjuk hozzá a szám ellentetjét, tehát mínusz 8,1-hoz hozzáadom a plusz 8,1-ot. Zárójel nélkül leírva ez mínusz 8,1 plusz 8,1, ahol elvégzem a kivonást, az szintén nulla lesz. Számítsuk ki a számkifejezés értékét. Tizedes törteket látunk. Első lépésben ugye a zárójelet szüntetjük meg, és akkor azt kapjuk, hogy 17,3 mínusz 13,431 mínusz 17,3 plusz 12,431. Kiválogatjuk a pozitívakat közülük, és ezeket össze kell adnunk. Tehát a 17,3-hoz hozzá kell adnom a 12,431-et. Hogyan tesszük ezt meg? Tehát 17,3-hoz hozzáadom a 12,431-et. Tehát összeadjuk őket.
lesz 1, 3 meg 3 az 6, 0 meg 1 az 4, leírjuk a tizedes vesszőt, 7 meg 2 az 9, 1 meg 1 az 2. Tehát 29,461 ezredet fogok kapni. Látjuk. Ugyanígy vesszük a negatív számokat, leírom a közös előjelet, és a két számot összeadom. Elvégzem ezt az összeadást is. Tehát 13,431 ezredhez hozzá kell adnom a 17,3-ot. És akkor nézzük, tehát itt 1, 2, 3 meg 3 az 6, 4 meg 0 az 4, 3 meg 7 az 10, leírom a nullát, maradt az 1, és akkor a 3 darab 1-es megadja a 30-at, tehát 30,461 ezred lesz. És ha jól megfigyeled ezeket a számokat, akkor láthatod azt, hogy ha kivonjuk őket egymásból, ugye a nagyobbik szám előjele az negatív, és ha kivonjuk őket egymásból, akkor abból egy lesz, mert hogy a vesző, vagyis a tizedes vesző utáni rész teljesen kivonódik. Tehát a feladat végeredménye az, hogy mínusz egy. A mínusz 3,4 és a 2,1 összegéből vonjuk ki a mínusz 4,3 ellentett számát. Tehát összeg, ugye az összeadást jelöl, ez összegből ki kell vonni az ellentett számát, a mínusz 4,3-nek. Tehát az összegükből ki kell vonni ennek a számnak az ellentett számát, ami ugye pozitív lesz. Megszüntetjük ezt a sok zárójelet majd, és átalakítjuk a törteket, hogy ne legyenek egész részek. De első lépésben ugye a zárójelek nélkül leírjuk a feladatot, ami úgy fog kinézni, hogy mínusz 3,45 plusz 2,1 mínusz 4,3. És akkor az átalakítás szabály szerint, tehát az egész részt megszorzom a nevezővel, és hozzáadom a számlálót. 3x5 az 15, meg 4 az 19/5, mínusz 19/5. 2x7 az 14, meg 1 az 15, 15/7. 4x10 az 40, meg 3 az 43/10. 5-nek, 7-nek és 10-nek kell megkeresnem a közös nevezőjét, ami ebben az esetben 70. 5 a 70-ben megvan 14-szer, majd a 19-et azzal szorozzuk, így mínusz 266-ot kapok. 7 a 70-ben megvan 10-szer, szorozva ezzel a 15-öt 150-et kapok, és 70-ben a 10 7-szer, így kapok, ha megszorzom ezt a 7-es 43-mal, akkor 301-et kapok. És akkor itt könnyen el tudjuk végezni a műveleteket, ha összeválogatjuk az azonos előjelűeket. Tehát a mínusz 266, mínusz 301. Ha ezt a műveletet elvégzem, akkor kapok belőle mínusz 567-et, és ehhez kell hozzáadnom a 150-et. A közös előjelet leírva az mínusz, a két számot kivonjuk egymásból, 417-et kapok, viszont és viszem magammal a nevezőt, ami 70-es. Mivel ez a törtnél a számláló nagyobb, mint a nevező, lesz benne egész rész, vagyis azt mondjuk, hogy a 70 a 417-ben megvan 5-ször, mert 5-ször 70 az 350, és a maradék 67. A 70-es közös nevezőt visszük magunkkal, és persze az előjelet is, ami mínusz. Tehát a végeredmény az mínusz 5,67-ed. Anélkül, hogy kiszámolnánk az összeget, az üres mezőbe írjunk kisebb vagy nagyobb jelet, hogy igaz legyen az egyenlőtlenség. Látunk feladatokat, próbáljuk meg őket összehasonlítani egymással. Tehát az első feladatban mínusz 8 szerepel, és plusz 1/3. Ha ezt elvégezzük, akkor itt negatív lesz az eredménynek az előjele, ezért lesz kisebb, mint nulla. A második feladatban két negatív szám szerepel a jobb oldalon, ami negatív számot fog adni összeadáskor, tehát ő kisebb lesz, mint a nulla.
A harmadik feladatnál a mínusz 2,1-et plusz 2,1-harmad. Tehát le kell írnunk, ha számolnánk, akkor le kellene írnunk a nagyobbik szám előjelét, tehát azt mondjuk, hogy az most a negatív, és akkor ezért ez a, ennek az egyenlőtlenségnek ő lesz a kisebbik fele. Az utolsó feladatnál pedig a jobb oldalon mínusz 8 és plusz 8,3-et van. Ha itt elvégeznénk a kivonást, vagy az összeadást, akkor meglátnánk azt, hogy a 8, az egész részek eltűnnének, és megmaradna a 3,17-ed, ami pozitív. Tehát ezért ő a nagyobb, és a mínusz 5,1-ed lesz a kisebb. Rendezd a törteket növekvő sorrendbe. Különböző törteket látunk, vannak tizedes törtek, vannak törtek, van olyan tört, amelyik vegyes tört. Rendezni kell ezeket a törteket. A mínusz 0,4-et abszolút értékbe helyezve 0,4-et kapok. A mínusz 0,4-at abszolút értékbe helyezve 0,4-at kapok. Az 1/5 és tizedes törtbe szeretném alakítani. Ezt úgy teszem meg, hogy bővítem az ötöst kettővel, hogy tizet kapjak. Ezért az egyest is bővítenem kell kettővel, tehát így lesz 2/10 az 1/5-ből. Ezt leolvasva 0,2. A következőben a 2,1-at át kell alakítanom 7/3, de ha nem teszed meg az átalakítást, akkor is át tudod váltani tizedes törtbe, méghozzá úgy, hogy mivel ezt nem tudjuk megfelelően bővíteni, ezért el kell végeznünk az írásbeli osztást, tehát hogyha az egyet elosztjuk a hárommal, ezt már a múlt órák egyikén kitárgyaltuk, akkor 0,33333, tehát olyan tizedes törtet fogsz kapni, ahol a 3 állandóan ismétlődik, és azt is megbeszéltük, hogy ez a tört a végtelen szakaszos tizedes tört, ahol is ismétlődő rész van, és az ismétlődő rész fölé teszünk egy pontot, ami jelzi, hogy ő, ez a szám ismétlődni fog a végtelenségig, tehát átalakítva 2,3-et fogunk kapni, és akkor rendezkedjünk, rendezzük sorba. Mivel növekvő sorrendről van szó, ezért a legkisebbtől indulunk, ami a 0,4. A következő a sorban a mínusz 0,4, aztán jön a plusz 0,4, az 1/5, az 1,7, és a 2,1. Töltsük ki az üres mezőket azokkal a számokkal, amelyeket az előző mezőben és a nyíl mellett lévő számok összegével kapsz. Tehát meg kell indulnunk úgy, hogy valamelyik téglalapból, és figyeled a számokat, amik a nyilakra vannak írva, és mindenütt helyes kell, hogy legyen az eredmény. Tehát azt mondjuk, hogy mínusz 12,22 plusz 6,42. Tehát ebben az esetben kivonást kell végeznünk. Tehát az azt jelenti, hogy leírom a nagyobbik szám előjelét, ami mínusz, és a két számot kivonjuk egymásból. Ha itt elvégezzük a kivonást, akkor ez mínusz 5,8 lesz. Most az a kérdés, hogy a mínusz 5,8-del mit kell tennem, hogy mínusz 0,5-et kapjak. Tehát ahhoz, hogy mínusz 0,5-et kapjak, hozzá kell adnom 5,3-et. Ellenőrizzük le. Ha leírom a nagyobbik előjelet, és ezt a két számot kivonom egymásból, akkor valóban 0,5-et fogok kapni. A mínusz 0,5-hez hozzá kell adnom az 1,22-ot, ami ugye közös előjelként a mínusz lép fel, és akkor a két számot összeadva 1,72-ot fogok kapni. Az 1,72-hoz hozzáadva a mínusz 10,5-et, a közös előjel a mínusz, két számot összeadva egymással, 12,22-ot kapok, tehát körülértem a téglalapokon, és mindenütt helyes eredményhez jutottunk.
Keressük meg a törtek helyét a szám egyenesen. Hozzuk a törteket közös nevezőre. A mínusz egy kettedet, a 2/5 és a mínusz 1,3/5 közös nevezőre hozva, itt 10 lesz a közös nevező, tehát 10 az a szám, amelyikben megvan az 5 is és a 2 is. Tehát a mínusz 1/2 egyenlő lesz mínusz 5/5. A 2/5 egyenlő lesz 4/4. A mínusz 1,3/5 átalakítjuk először, hogy ne legyen vegyes, így lesz 8/5 mínuszba, ezt bővítve, hogy 10 legyen a nevező, 16/10 kapunk, tehát mínusz 16/10. Egész részt keresve mínusz 1,6 lesz. Kaptatok egy számegyenest, a számegyenesnek a közepére berajzoljuk a nullát, és mivel 10 volt a közös nevező, tehát megbeszéltük, amikor a törteket a számegyenesre rajzoltuk, hogy az osztó szakaszt annyiszor viszed fel, hogy meghatározd az egységszakaszt, amennyi a törtek nevezője. Tehát közös nevezőre hoztuk őket, hogy könnyebben tudjunk dolgozni. Ezért a tizedik beosztásra fogjuk ráírni az egyest jobbra a nullától, és még 10-zel arrébb a kettest. Most indulunk a bal irányba, 10 egységgel balra a mínusz 1-est, és még 10 egységgel balra a mínusz 2-est. És akkor keressük meg a törteket. Az első törtem legyen a 2/5. Ugye a 2/5 az megegyezik a 4/10-del. Tehát a nullától számított negyedik vonalra írjuk rá a 2/5-öt. Aztán a 0,6, amelyik azt mondja, hogy a hatodik beosztáson helyezkedik el a 0 és az 1 között. Aztán az 1,5, az pontosan az ötödik beosztáson van az 1-es és a 2-es között. A mínusz 1/2, tehát mínusz fél, ami a 0 és a mínusz 1 között fél úton az ötödik beosztáson van. A mínusz 1,2, ami a mínusz 1 után számított második beosztáson helyezkedik el. Mínusz 3,5, ugye az mínusz 1,6 volt, tehát a mínusz 1-es és a mínusz 2-es között helyezkedik el, a mínusz 1-estől számítva balra, a hatodik beosztáson, tehát mínusz 1,6, ami megegyezik a mínusz 1,3/5-del. Ha A egyenlő mínusz 6 plusz 7 mínusz 8, B egyenlő 3,2 mínusz 4,3 plusz 5,4, a C értékét is láthatjuk, hogy mínusz 3,1 plusz 2,3 mínusz 1, akkor ki kell számítanunk az adott összeadásokat, kivonásokat. Először számítsuk ki A értékét. A egyenlő mínusz 6 plusz 7 mínusz 8. Tehát vesszük a közös előjelűeket, így lesz belőle mínusz 14 plusz 7. Leírjuk a nagyobbik szám előjelét, és a két számot kivonva egymásból mínusz 7-et kapok. Kiszámítjuk B értékét is. Szintén veszem az azonos előjelűeket, tehát a két pozitívat, amelyet ha összeadok, abból lesz 8,6, és ebből ki kell vonnom a 4,3-et, ami 4,3-et fog adni. Aztán vesszük C-t, átalakítjuk a törteket, hogy ne legyenek vegyesek, és közös nevezőre hozzuk az 1-essel a két első törtünket, mivel azok már közös nevezőn vannak a 4-esen. Egy tört vonalra írva őket, elvégezzük a műveleteket. Itt is egybe vesszük az azonos előjelűeket, tehát mínusz 13, mínusz 4, az lesz mínusz 17. És ahhoz hozzáadva a 11-et, mínusz 6-ot kapok, vagyis mínusz 6/4, ami egyenlő lesz mínusz 1,2-del, és ez pontosan mínusz másfél, vagyis 1,5.
És most már csak az a feladatunk, hogy belehelyettesítsük az értékeket a betűk helyére, tehát A plusz B plusz C. Az úgy néz ki, hogy mínusz 7 plusz 4,3 plusz 1,5. A közös előjelőeket egybevéve mínusz 8,5 plusz 4,3. Leírjuk a nagyobbik szám előjelét, ami mínusz, és a két számot kivonjuk egymásból, ami 4,2 lesz. A következő része a feladatnak, hogy A mínusz B plusz C. Behelyettesítsük A értékét, B értékét és C értékét, és vesszük az azonos előjelőeket, ami ebben az esetben mind az összes szám. Tehát a közös előjelünk a mínusz lesz, és ezeket a törteket mind összeadjuk egymással, és az egész részt is persze. Így lesz belőle 12,8. A plusz B mínusz C. Behelyettesítünk, szintén A értékét, B értékét és C értékét. Azután vesszük az azonos előjelűeket, tehát a plusz 4,3-et összeadjuk az 1,5-del, ami 5,8, és ezt hozzáadjuk a mínusz 7-hez, ami mínusz 1,2. Aztán A mínusz B mínusz C. Behelyettesítjük az értékeket, tehát az A értékét, B értékét, C értékét, vigyázva az előjelekre, és akkor leírjuk a feladatot zárójel nélkül, ami úgy fog hangzani, hogy plusz 7, mínusz 4,3, plusz 1,5. Vesszük az azonos előjelű törteket és számokat, amelyekből 8,5 lesz, ebből kivonva 4,3-et, 4,2-et fogok kapni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!